Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Sok szeretettel köszöntöm, kedves mindannyiukat, köszöntelek benneteket. Úr napja van, Krisztus testének és vérének az ünnepe. Fészül Ferenc és felesége Havasi Margitért ajánlom fel a szentmisét. Az egyház évről évre különös szeretettel, tisztelettel veszi körül az oltári szentséget, az eukarisztiát, Jézus valóságos szentségi jelenlétét közöttünk. Ráirányítja a szentmisére a figyelmünket, hogy kicsit fújjuk le ilyenkor mindig a port a szentmiséinkről, hogy valóban azt a titkot, amit hétről hétre ünneplünk, az egyre inkább valóságos legyen a számunkra. Hogy tiszta szívből fakadhasson az imádságunk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjunk meg bűneinket. Gyónam a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én ilyen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Jézus Krisztus, a Szent
Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kényszenvedésed emlékét hagytad reánk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megcsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhez, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtud, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről a szolgasság házából, átvetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet anyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés, és a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ez az Isten igéje. Thank you.
legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az olvasmánya második törvénykönyvből hangzott el. Azt hallottuk, hogy gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened vezetett a pusztában. Érdemes az embernek újra és újra visszagondolnia az életére. Tehát úgy szemlélni az életemet, hogy Isten végig ott állt a hátam mögött, a József Attila mondja is, mi észre se vettem. Tehát, hogy visszagondolja megtett útra, visszatekinteni Isten fáradozására, jelenlétére, közelségére az életemben. Aztán utána folytatja Mózes, mondja azt, hogy vezetett a pusztában, megsanyargatott, hogy próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet. Sanyargatott, és hagyta, hogy éhez. Ugye itt a Ószövetség Isten kép köszön vissza, ahol az Isten próbára teszi az embert. Ugye voltatlanul mindig ilyenkor a magasugró lécet eszünk be az iskolában. Kell még magasugró lécet átugrani gyerekeknek? Tornaórán? Nem? De, azért. Na, szóval akkor tudjátok ti is, hogy miről van szó, hogy át kell ugrani azt a magasugró lécet, és ha levered, hát akkor még egyszer neki kell futni. Szóval, tehát ezt a képet közvetíti az Ószövetség, hogy Isten próbára tesz engem. Én ezt itt szeretném így interpretálni, hogy sokkal inkább, tehát Isten kihívást ad. Mert a kihívásban mindig szeretet van. A növekedésem érdekébe adja ezt a kihívást nekem. Tehát szeretet van ebben a, és nem az, hogy ott próbára tegyen, hogy na, sikerül-e megugranom. Ez a hagyta, hogy éhez. Ez Isten távol létének az ideje. Tehát amikor, ezt úgy mondja a keresztelő Szent János, hogy ez a lélek sötét éjszakája. Szent Ignác úgy mondja, hogy ez a vigasztalanság. De ebben a vigasztalanságban, vagy ebben a lélek sötét éjszakájában is jelen van az Úr. Tehát amikor nem érzem, nem tapasztalom, de tudom, hogy szeret. Tudom, hogy ott van. De nem azért hagyja, hogy éhezzek, mert nekem rosszat akar, hanem azért, mert nagyobbal akar megajándékozni. Ugye itt volt ez a két hónap is mögöttünk lassan, hogy hagyta, hogy éhez. Hagyta, hogy nélkülözd az eukarisztiát, ugye? És az emberben még mélyebb vágy volt ott az eukarisztia tápláléka után. Tehát Isten távol létének az ideje ez, amikor úgy tűnik, hogy elrejtőzött. És az emberből ilyenkor hogy zsigeri módon jön a lázadás, hogy hol van az Isten, van-e egyáltalán. A kérdés mögött mindig ez van, szerete egyáltalán.
Tehát ezzel a lázadással óvatosan. Tehát másként van jelen ilyenkor az életemben, és ebben ezt fedezhetem fel, ezt a fajta másik féle jelenlétét. Tehát ott van, hogy szeret. Máshogy van jelen az életemben. Tehát akkor, amikor visszatekintünk, tehát így az életemre, visszagondolok a megtett útra, láthatom ezeket a nagyon szikár pusztákat az életembe, ahol az Isten távolnak éreztem, ahol úgy éreztem, hogy hagyta, hogy éhezzek, esetleg úgy éreztem, hogy próbára tett, de ez mind az ő kihívást adó, növekedést adó szeretete. Ugye az Ószövetségi Szentírás ma azért hangzik el, mert itt is itt volt a mannával táplált téged, tehát ez az élő kenyér, amiről már Jézus beszél már itt a János evangéliumban, ez ő maga. A Kafarnaumi zsinagógában hangzik el ez a beszéd, János evangélium 6. fejezete, az eukarisztikus beszéd, amit én kiemelnék belőle, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Az életem, ez a Krisztusban való lét, hogy én benne vagyok, és ő bennem van. Hogy micsoda alázat ez Krisztus részéről, hogy nem csak én vagyok ő benne, hanem ő én bennem van. Hogy benne van elrejtve az életem. Az eukarisztia titkát szemléljük tehát ma. Imádkozni igazából bárhol lehet a világban. Mégis a templom az a hely, ami az imádság, ahol az imádság természetes atmoszférára talál. Felszentelték minden mástól, elkülönítették, Isten lakhelyévé vált. Isten másként van itt jelen, mint a világ többi részén. Ugye megszentelt föld, ahogy Mózesnek mondja az égő csipkebokornál, vedd le a sarodat, mert szent ez a hely. Olyan hely, amely teljesen az Istené. És itt az ember másként viselkedik, és másként öltözködik. Ez a hely, ahol az ég és a föld összeér. Ez a hely, ahol bekapcsolódok az angyalok dicsőítő énekébe. Mikor átlépem a templom küszöbét, az utolsó vacsora termébe lépek be. És ott van az emberben ez a megrendültség, hogy Krisztussal találkozok. Szenttől szembe vagyok az Istennel, minden egyes szentmisén. Én szeretem a húsvéti szent háromnapot, amikor elvisszük a nagycsütörtök este az eukarisztiát, vagy egy altemplomba, vagy egy oldalkápolnába, és a templom üressé válik. Tehát hiányzik Jézusnak ez a szentségi jelenléte. Na ez az Isten távolléte az életembe. Tehát a húsvéti szent háromnapban valahol az egész életem lejátszódik, ugye a nagy péntekek, de aztán megjön a feltámadás, és ott van az Úr távollétének az ideje. Amikor nem érzem, amikor nincs ott, nem látom, másként van jelen. Üres a templom. Nincs ott ez a szentségi jelenlét ott a húsvéti szent háromnapban, de másképpen van jelen az Isten. A szentmisén tehát magával, Istennel tekintek össze, szemtől szembe állok vele, az egész lényem imádságá válik. És ugyanakkor, tehát az emberben, azért legyünk őszinték, azért mindig ott van a szétszórtság is. Tehát amivel leginkább küzdünk, mi papok is, meg hát a padban ülők is, minisánsokról nem is beszélve, tehát ez a szétszórtság. Hogy lehet, hogy ülök ott a misén, hogy úgy jöttem el, hogy most már pedig oda fogok figyelni, nem az első mondat után már szanaszét vannak a gondolataim. Ugye, tehát mit kezdek ezzel? Alapvetően, amit fontosnak tartok, ez nem érzelem kérdése, ez elhatározás kérdése. Tehát, hogy teszek azért, hogy a szentmisén való részvételem, az valóban odafigyelő legyen. Tehát, amit tehetek, tehát otthon előkészülök a szentmisére, bemelegítek, mint ahogy egy edzés előtt az ember bemelegít. Tehát ugyanúgy bemelegítek a szentmisére. Tehát elolvasom az Adorémuszból, hogy mik lesznek az olvasmányok. Tehát nem itt hallgatom először, hogy na mi lesz,
hanem már otthon előkészülök. Ugye, megint csak legyünk őszinték, tehát beérkezek valahogy, beesek a misére, és tehát még mindig azon jár ugye az eszem, hogy lezártam-e a leves alatt a gázt, hogy bezártam-e az ajtót, a gyerek nem akart eljönni misére, még megvertem, hogy eljöjjön, még mindig dühös vagyok rá. Tehát ezer fele pörög még az agyam, és nem tudok odafigyelni nyilván. Tehát ezért fontos, tehát, hogy felkészüljék, tehát elolvassam a szentírási olvasányokat, és hát amennyire csak tehettem, persze tudom, hogy kisgyermekkel azért ez nem könnyű, de hát aki éppen nem kisgyermekes, tehát hogy időben megérkezem a Szent Mise előtt. Kiért ajánlom fel a misémet? Leteszem a bűneimet Isten elé. Leteszem az egész hetemet Jézus kezébe. Melyik részre fogok ma különösképpen odafigyelni ezen a misén? Tehát fontos azt gondolom, hogy ez a bemelegítés, hiszen a Golgotán fogok állni. A Szent Mise, a kereszt áldozat jelenbe hozatala. Tehát ott fogok állni a Golgotán. Ott nem lehet szétszórtan ezerfele figyelve kukucskálva meg szétszórtan állni, de ott fogok térdelni a kereszt alatt. Ott leszek az utolsó vacsora termébe. Tehát, hogy ezért fontos annyira, tehát ez a fajta felkészülés. Tehát igenis tehetek. Tehát a szétszórtság ellen. Ennek ellenére nyilván, tehát mégis van ilyen, hogy szétszorodunk, de azért van, amit tehetek. Remete Szent Teofánt, egy orosz ortodox szent mondta ezt egyszer, azt kérdezed, jól imádkoztam-e? Az érzelem becsap. Ne azt kérdezd, hanem hogy jobban cselekszem-e a Szent Mise után Isten akaratát. Tehát az érzelmeink becsapnak minket. Tehát a Szent Mise nem attól lesz jó, hogy áldozás nem attól lesz jó, hogy mit érzek. Érzek egy kis békét, kis megnyugvást, kis valamit, nem ez a fokmérője, hanem az, hogy mi történik velem a Szent Mise után. Mi történik velem két Szent Mise között. Hogy jobban teszem-e Isten akaratát a hétköznapokban. Tehát, hogy a Krisztussal való találkozás, az kihat a mindennapi életemre, kézzelfogható tapasztalata van annak, hogy én Krisztussal találkoztam a Szent Misén. Van egy másik orosz szent, Szárovics Szent Szerafin csodatevőként tisztelik őt. Megkérdezték, hogy mi az oka, hogy az egyik ember bűnös marad, és nem halad előre a jóról a jobbra, míg mások szentek lesznek, és Istenben élnek. És azt válaszolta, egyedül az elhatározás. Értjük? Tehát, hogy minden Szent Mise előtt meghozom az akarati döntést, az elhatározást, hogy én ezen a misén, Szent Misén egész valómmal itt akarok lenni. Tehát ez akarati elhatározás, ahogy a szeretet és a megbocsátás is akarati elhatározás, hogy az életem Krisztusban szintén döntés és akarati elhatározás, hogy minden reggel elhatározom, hogy ma én Krisztus mellett döntök. Én ma szent akarok lenni. Tehát ez nem érzelem kérdése, ez döntés, ez akarati döntés, hogy Krisztus mellett döntök, és őt választom minden reggel az életembe. Azért, hogy egyre inkább azzá váljak, amivé lennem kell. Szándékosan használom ezt, hogy amivé lennem kell. Tehát nem azt mondom, hogy amivé válhatnék, hanem amivé lennem kell. Tehát ami miatt az Isten megteremtett engem. Ami miatt ő kitalált engem. Amivé lennem kell, válnom kell. Tehát a Szent Misének, tehát ez a kihatása az életemre, a mindennapjaimra. Úrnapja van tehát, tehát ezzel a szeretettel vegyünk részt ezen a Szent Misén, és készüljünk az eukarisztia fogadására. Gyerekek, egy gyors történet. Képzeljétek el, hogy Dél-Amerikában nagyon sok katolikus él, de nagyon szétszórva ott a hegyekben. És ott az atyák is ritkán jutnak el egy-egy faluba, hogy misézzenek, tehát nem úgy van, mint Zebegényben, hogy minden vasárnap van Szent Mise, van, ahol csak fél évente van Szent Mise. És hát mivel olyan rossz utak vannak, meg ilyen hegyi utak vannak, lóháton szoktak menni. Egyik faluból a másikba miséznek, aztán mennek tovább. De képzeljétek, hogy egyszer egy ilyen papbácsi ügetett a lóval, és,
és ahogy mentén nagyon rossz útra érkezett, le is kellett szállni alulról, úgy kellett vezetni a lovat, és amikor megérkezett a faluba, ahova egy beteghez hívták, keresni kezdte az oltári szentséget, de nem találta. Na, aki már volt első áldozó, mi az, hogy oltári szentség? Na, Peti? Krisztus teste, Krisztus valóságos teste és vére, így van. Nem találta. Elveszett útközben. Hát nagyon megijedt ott a lovaglás, a ügetés közben, valahol elpottyantotta. Na, hát nem volt mit tennie, el kellett indulnia visszafelé. Gyalog minden bokrot, megnézett, hogy hol lehet az oltári szentség, vagy benne tartotta a fényes kis tartóba, amit úgy hívunk, hogy pixis, és egyszer csak találkozott egy kisfiúval, és megkérdezte tőle, te nem találtál ilyen fényes kis tárgyat itt az út mellett? De találtam, mondta a kisfiú. És hova tetted? Hazavittem. Na, megmutatod nekem? Hát persze. Na, elindultak a kisfiúnak a falujába, és a kisfiú bevezette a házba, bevezette egészen az ő szobájába, és megmutatta, hogy az élei szekrényen ott volt ez a kis pixis, egy fehér zsebkendő volt alátéve, és azt mondta ez a kisfiú, hát biztos nem tetszik emlékezni rá, de én is voltam első áldozó, és megtanultam, hogy ebbe biztos az Úr Jézus teste lehet, és ezért ide eltettem, hogyha majd valamikor visszatetszik jönni érte, akkor oda tudjam adni. Szóval így kell nekünk is, tehát Jézus testét és vérét fogadnunk a Szent Misén, ezzel a figyelemmel, ezzel a szeretettel, hogy tudom, hogy Jézus ott van abban a kis fehér kenyérben, átjárja az ő jelenléte. Úgyhogy akik voltak már első áldozók, ezzel a szeretettel készülnek most ők is Jézus fogadására, aki pedig még nem volt, ki nem volt itt első áldozó? A Zsiga, meg a Zsolti, meg a Bence se volt, de nem baj, nem sokára már ők is lesznek. Úgyhogy ők pedig vágyakoznak még, hogy tudjanak Jézussal találkozni a szent áldozásban. Valljuk meg a hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mindenláthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Isten, aki az Atyától született, az idő kezdetén, Isten az Istentől, világosságban világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, született a nem teremtmény, az Atya elméjé, és minden által. Értünk el neki, a múlt vességünkre, megtestesünk a szent gyereket, Pontos pontosan értünk keresztre feszítették, kínálat számolat és átolatték. Anna, folytam alatt az éves és szerint, fölment a mennyel, ott ülelődik a mennyel, de újra eljövés készségbe, ítélni élőket és hatalat, és országának megszégyen. Viszont a Szent Jelenben, Urunkban is értetőben, aki az Atyától és a Fiútól származik, aki tényleg nálunk ítésvédő, mint az Atyától és a Fiú. Ő szólt a proféták szavára, hiszen az egy szent, katolikus és apostolok egy szent egyházban. Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget, kérjük megváltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket. Add, Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében. Kérjük, szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet. Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát. Add, Urunk, hogy szeretet lakomádra a szent misére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk. Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útra való nélkül távozzunk a földi életből.
Urunk Jézus, add kérünk, hogy a Szent Mise kegyelmében mindig bőven részesítjünk, és az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, add meg egyházadnak az egység és a béke ajándékát, amelyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a felemmel. Emeljük föl szívünket. Felvetjük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert ő az igazi örök főpap, ki üdvösségünkért feláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, erőt árasz lelkünkbe, ha értünk ontott vérét isszuk,
tisztára mos minket, és ezért mi is miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas éki szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan. Mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat, sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Zsolt püspökünkkel, segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen.
üdvözítőnk parancsárói és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitén. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jenével. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom elé, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögünk. Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, jövő vasárnap a iskolai évért adunk hálát, a hálaadó Tedeum hálaadás lesz. A Szentmisén gyerekeket, szüleiket szeretettel várjuk, és hát a pedagógusokat is. Most pedig a úrnapi körmenetre kerül sor, ugye halljuk az égzengést, hát ameddig az időjárás engedi, addig járjuk nyilván a körmenetet, úgyhogy ezzel a hitvallással Krisztus szentségi jelenlétét szeretettel körülvéve imádkozzuk a körmenetet végig. Krisztus királyt, Urunkat, aki jelen van a kenyér színe alatt. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus kezébe vette a kenyeret. Áldást mondott, azután megtörte és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Azután a kelyhet vette a kezébe, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Ez nagy szentség valóban, ezt imádjuk legjobban. Lejött Jézus, nekünk adott, és a mentomban. A gabona javával táplálta őket, alleluja. Könyörögjünk. Úgy te azt akartad, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének titokzatos szentsége velünk maradjon. Kérünk attól, hogy jelenlétét úgy tiszteljük a földön, hogy egykor eljussunk szent színe látására mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Édes Jézus, jelen vagyunk Szent Vérén.
Áldott Jézus! Krisztus királyt, Urunkat, aki a Szent Misében értünk, feláldozza magát. Jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek. És a felelkedben. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Krisztusnak. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta. Ember szőlőt ültetett, körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne, stornyot is épített, majd bérbeadta a szőlőmunkásoknak és elment idegenbe. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőművesekhez szolgáját, hogy szedje be a nekijáró részt a szőlőterméséből. Ezek nekiestek, összeverték és üres kézzel elzavarták. Egy másik szolgát küldött hát hozzájuk, ennek betörték a fejét és szitták, gyalázták. Küldött egy harmadik szolgát is, ezt megölték. Még több más szolgát küldött, ezek közül némelyeket megvertek, másokat megöltek, már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Utoljára őt küldte el hozzájuk, azt gondolta, fiamat csak megbecsülik. De a szőlőmunkások így biztatták egymást. Ez az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek hát, megölték és kidobták a szőlőből. Mit tesz majd a szőlőről? Elmegy, megölje a szőlőműveseket, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, melyet az építők elvetettek, szeglet kővé lett. Az Úr tette azzá, csodálatos a szemünkben. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Imádlak, nagy Istenség, testvér titkos, mint szentség, leborulva. Itt van Isten semberség, véghetetlen nagy fölség, föláldozva. Fogadd el az áldozatot az egész népért, alleluja. Őrizd és szenteld meg örökségedet, alleluja. Könyörökünk, mindenható Istenünk, árazd el szívünket kegyelmed bőségével, engedd bíznunk abban, hogy Szent Fiat földi halála által, amire a titokzatos szentség emlékeztet, megadod nekünk az örök életet, Krisztus a mi Urunk által. Krisztus királyt, Urunkat, aki önmagát adja eledelül nekünk. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben a Kafarnaumban Jézus így tanított. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, mely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki kenyérből eszik, örökké él. Ezek az evangéliumi kéjé. Áldjon téged, Krisztus! Menj el, Krisztus!
mennyei kenyeret adott nekik, alleluja. Angyalok kenyerét ette az ember, alleluja. Kenyerekünk, kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket, Istenséged örökké való élvezetével, amely drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Krisztus királyt, Urunkat, aki az oltári szentségben életünk, vigasztalásunk és üdvösségünk, jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus názareti zsinagógában ezt olvasta föl. Az Úr lelke van rajtam, mert az Úr fölkent engem, hogy örömhírt hozzak a szegényeknek. Azért küldött engem, hogy szabadulást hirdessek a raboknak, és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a letiportakat, és hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Uram Jézus, légy velünk, mi egyetlen kibírja az eső. Nagyon köszönöm mindenkinek a munkáját. Gyönyörűek voltak ezek az úrnapi sátrak, úgyhogy Jóisten áldjon meg mindenkinek a szorgoskodását. Adj, Urunk, kenyeret a mennyből, alleluja. És borod vidámítsa az ember szívét, alleluja. Kérünk, Urunk, Istenünk, add, hogy az Úr Jézus Krisztus testének és vérének szentsége, amit lelki gyógyulásunkra rendeltél, adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg nekünk az örök boldogságot Krisztus, ami Urunk által. Téged Úrnak is mérünk, téged örök hallgatunk.
Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép anyaló, kérubok és szeráp karó, egek és minden hatalma, szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, szent vagy, erősséges Szent Isten vagy, mert is öregem. Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad reánk, ad kérünk. Tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük. Krisztus, a mi Urunk által.
még nem. Majd hajlandást adok. Most. Hogy együtt ünnepelhettünk, megúsztuk az esőt, és még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek a fáradozását, amivel az ünnepet szebbé tette. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.